Az ülés elején Gajda Péter polgármester köszönte meg a képviselőtestület tagjainak az elmúlt időszakban a 2014 és 2019 között végzett önkormányzati képviselői munkát. Az zárt ülést követően egyetértettek a képviselők abban, hogy a Budapest-Kispest központi református egyházközség meghosszabbított időtartamban 15 évig használhassa az Esze Tamás utcai beépítetlen telekingatlant, amely jelenleg az egyházi fenntartású szőlőskert óvoda udvara. Döntött a testület arról, hogy az önkormányzat illetékességi területén az eddigi gyakorlattól eltérően az idegenforgalmi adót nem a fővárosi önkormányzat szedi majd be. Módosították a képviselők az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendeletet. Az indoklás szerint erre azért volt szükség, mert a korábbi évekhez képest jelentős létszámcsökkenés tapasztalható a gyermekfogorvosi körzetekben. Módosították azt az önkormányzati rendeletet, amely Kispest önkormányzata, a Janus Emre Intézet és Pendik közötti együttműködési megállapodást szabályozza. Kispest önkormányzata 9 éve 2010 májusában kötött a törökországi Pendikváros önkormányzatával testvérvárosi megállapodást. Kispest ismét csatlakozott a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez, így 2020-ban ismét 6 millió forinttal támogatják majd a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű kispesti hallgatóit. Elfogadták a képviselők a segítőkész kispesti gondozószolgálat 2020-2025-ös időszakára szóló intézményvezetői pályázati kiírásának feltételeit, mivel a szolgálat vezetőjének megbízatása 2020. január 31-én lejár. A rövid szünet után határozatképtelenség miatt nem folytatódott a testület utolsó ülése.